Mai beszélgető partnerem Szabadi Mihály és kedves felesége Dóra. Miska bácsi, önt nem csak a néptáncról ismert, hanem a könyvírásról is országszerte. Egyre többen lapozgatják, olvassák az ön könyvét. Pár héttel ezelőtt is megjelent egy újabb kötete. Ez már hányadik könyve? Ez a 10. könyvem, ami tartalmában tulajdonképpen kapcsolódik az előzőkhöz, és az írásaim nagy része annak a világnak a bemutatása, amelyiket az a közösség, amelyik itt élt ebbe a faluba, mondhatni a 21. század elejéig, vagy a 20. század végéig, az olyan kultúrát teremtett, amit jó lenne hagyományozni, tovább megismertetni azokkal az emberekkel, akik most élnek itt ebben a faluban. Azokat a hagyományokat, amik életben is tartották a falut, a közösséget, és itten nem elsősorban a gyönyörű siagádi népviseletre, vagy a hímzésre kell gondolni, hanem arra a munkakultúrára, arra a magatartási kultúrára, arra a közösségi kultúrára, ami jellemezte a siagádi embereket. Amikor még mindenki ismert mindenkit, és ha valakinek segítségre volt szüksége, akkor kérés nélkül érkezett a segítség. Arra a fajta kultúrára, hogyha valaki korán abbahagyta a kapálást, mondjuk valahol Ágostonba, és hazafelé ballagott, és látta, hogy a belsőben még valaki nem ér ki a sorjából, akkor beállt és kisegítette, hogy időben hazaérjem. Amikor még együtt mulattak az emberek, amikor még a munkába összejártak, amikor ünnep volt a szüret, az aratás, a takarodás, nem beszélve a lakodalmakról és más szokásokról. Szóval ezekről szólnak ezek a könyvek, és ebbe az utolsóba is ezt az ügyet szeretném szolgálni. Ha jól tudom, már íródik a következő könyv is. Hát az lassan íródik, egyre lassabban, mert írni csak akkor szabad, hogyha az embernek mondani valója van. És hát ebbe a tíz könyvbe már sok minden belefért. Egyelőre nem nagyon szorítom a következőt. Ha valami eszembe jut, akkor természetesen megírom, de nem erőltetem. A kedves felesége, olvasná-e fel nekünk egy pár gondolatot az előző könyvéből, ami most jelent meg? Talán én előzetesen elmondanám, hogy ez a Fonóház című könyvből való, a Mi Fonóházunk című történet, amelyik gyerekkoromba vezet vissza, és szeretné megmutatni azt a világot, amiben az emberek éltek valamikor. Egy pici részlet következik. Amikor az elfáradt nap nyugodni készült, a kikok is elültek, az asszony elvégezve napi munkáját behúzódott a szobába. A család elfogyasztotta vacsoráját, más dolga nem lévén készült a fonóházba. A kenderbabákat kibontotta, sorjában lefektette az asztalra, és gondosan feltekerte a szöszös fára. Hogy szépen álljon, rúzsás pántlikával tekerte körbe, mert úgy illik. Mire ezzel elkészült, beköszöntött az este. A szobába beszűrődött a sötétség. Nem gyújtotta meg a mécset, mert takarékoskodni kell a petróleummal. Még nem indult el, mert nem illik korán odaállítani más házához. Hát üldögélt egy kicsit a félhomályban, és hallgatta a csendet. A fogadóházban nagyobb volt a készülődés.
korábban vacsorázott a család, hogy mire a vendégek érkeznek, készen legyen a fogadásra. A háziasszony kisöpörte a szobát. Az ember székeket hozott be, a fő feladata viszont az volt, hogy meleg szobával várja a fonókat. A tűzhelyre már délután oda tettük a fazekat. Lófogú kukoricát főztek benne, ez volt a csemege, amivel a vendégeket kínálták. Meg is érkeztek azok sorban egymás után. A meleg keszkenyőről még a gangon lerázták a havat, aztán a rokkával beügyeskedték magukat az ajtón. Hideget hoztak magukkal, de ahogy kiteljesedett a létszám, összemelegedtek az emberek. A petróleumlámpa fénye alatt mindenki megtalálta maga helyét, és indulhatott a beszéd. Sorra elmondta mindenki, hogy milyen dolga akadt azon a napon. A történetek mindegy formák voltak, hiszen ugyanabban a világban éltek. Aztán a rokkák elkezdtek kelepelni, és ment minden a maga megszokott útján. A kezek dolgoztak, a szája mindenkinek szabad volt, hát lehetett beszélgetni. Tették is ezt, hiszen a falusi asszonyoknak az a létformájuk, hogy beszélnek. Mondani való mindig akadt, mert a közösség folyamatosan szolgáltatja az eseményeket. Nem tojnak a tikok, a tehén nehezen adja a tejet, meg az beszélik a faluban, és innentől parttalan a téma. Kibeszélnek mindent és mindenkit, ha úgy adódik, kétszer is elmondják. A mindennapok világának eseményei megalapozzák a hangulatot a meseszerű történetek felé, hajdan volt történetek elevenednek meg az egyszeri asszonyról, meg az egyszeri emberről. A legtöbbet már mindenki ismeri, mert nincsen új a nap alatt. Gyerekeket rémítő boszorkányos történetek hangzanak el, olyan hitelesen, hogy beleborsódzik a hallgató háta. A jelenbe belesímul a múlt. A petróleumlámpa sárga fénye alatt régen volt emberek lelke egyesül az élőkkel. Hát ez egy kicsi hangulat volt a hajdani vonóházakból. A könyv továbbá több részből áll. A vonóházat, ami Mi vonóházunk című elbeszélést követi, egy számomra nagyon, nagyon kedves elbeszélés, vagy kisregény tulajdonképpen, Páli Kati címmel az anyám regénye. Édesanyámat a faluba, hát az idősebbek nagyon ismerhették, hiszen évtizedeken keresztül csarnokos volt a faluba, mindenki ismerhette. Szerettem volna elmondani az embereknek, hogy volt egy asszony, aki 20 éves korában özvegy maradt, betegségekkel küszködve fölnevelte a fiát. És emberré nevelte. Szóval ő, ez a következő, és azután megint egy agárdi ember. Noha nem a saját nevén szerepel, de mindenki rájön, hogy az Balogh Miska volt, kedves barátom, aki szintén tipikus sorsnak volt a gazdája. Hosszú útat járt meg addig, amíg pedagógus lehetett. Az elbeszélés címe az volt, hogy pap is lehetett volna. Tudom nagyon jól, mert mi gyerekkori jópajtások voltunk a családot, és nagyon ismertem, az anyja szerette volna, hogyha pap lesz, de hát az 50-es években erre gondolni sem lehetett, és aztán úgy indult el a pedagógus pályán, kiváló pedagógus volt. És azután megint egy agárdi ember, de olyan agárdi ember, amely tulajdonképpen nem is egy agárdi ember, hanem egy foglalkozás, a csősz. A csősz, aki az én gyerekkoromban még volt.
még egy sősznek a nevére is emlékszem, most azért hadd ne emlékezzek, itt most más néven szerepel, az az ember, akinek az volt a dolga, hogy a határba vigyázzon a rendre. Ebből olvasnék fel egy részletet a 97. oldalon. Előjáróban hadd mondjam el, hogy most itthon van a fiam, aki egyébként Pesten van, és nagyon szereti a siagárdi környezetét. Gyerekkorában sok mindenre emlékszik, és az este azzal állt elő, hogy ő nem tudja, hogy mi az, hogy Gencs, meg mi az, hogy Kajmád, meg mi az, hogy Tüskés-sziget, meg Ágoston. És tegnap este lerajzoltam neki térképen, hogy mi, hogy van belső kút, meg a Kálvária. Hát a manapság az emberek már nem is tudják, mert hát a belső kútnak, Kálváriának már nyoma sincsen. A gencsi szőlőknek sincsen nyoma. Ki tudja már, hogy hol volt a Csiripi puszta. Hát valami módon ennek az emlékét szeretném fölidézni. A Szurdikhoz közeledett, itt szokta eldönteni, hogy a Csiripi puszta felé vagy a kajmádi szőlők irányába folytassa az útját. Nagy diófa állt a Szurdik bejáratánál. Behúzódott az árnyékába, és tekintetét végvezette a szigeten. A dombok és a vízfolyás közötti laposon aradtak. Apa meg fia vágta a rendet, az asszonyok szedték a markot, és a gyerek is dolgozott, terítette a kötelet. Messze volt, de mintha hallotta volna a penge surrogását. Olyan pontosak, szépek voltak a mozdulatok, mint a szívverés, mintha kottára dolgoztak volna. A csősz nézte, és valami megsajdult a mellében. Eszébe jutott, hogy a legénykora, amikor egész nyáron összenőtt a kaszával, mert részes aratással, meg a cséplőgép mellett kellett megkeresni a kenyérre valót. Indulni akart tovább, de a szőlők mögötti akácerdő mellett egy szekeret látott kifordulni az útra. Na ezt megvárom, gondolta, mert ilyet ritkán lát az ember. Négy villásszarvú szilaökör húzta a szekeret, lassan döllögtek, és vértájóra is beletellett, mire a közelbe értek. Olyan komótosra lépkedtek, mint akik még az örökkű valóságtól sem félnek. Nem léptek egyszerre, de mintha egy testként mozottak volna. Hatalmas szarvokon megcsillant a napsugár, pókhálóként úszott utánuk az ökörnyál. Ritkán lát ilyet az ember, mert a szürkéket csak az uradalmakban tartanak. A falu gazdái között sokan vannak, akik ökrökkel művelik a földet, de azok másfajták, piros tarkák vagy zsömleszínűek, és sokkal kisebb a szarvuk. Ezek a Csiripi pusztáról jönnek, és a faluba tartanak. A szekér búzával terhet, négy sorra, szép sarkosra meg van rakva. Kell is hozzá a négy ökör, kettő talán mozdíthatni se bírná. A faluba mennek, az öreg harsi szérűs kertjébe. Ő az egyetlen százholdas gazda a faluba, az övé a Csiripi puszta is. A csősz csak nézte a lassan elvonuló jelenséget, a lába, mintha földbe gyökerezett volna az öreg diófa alatt. Olyan volt, mintha mesét látott volna, csupán csak a déli báb hiányzott. Az út nem borzott utánuk, aztán döntött, a Szurdikon át folytatja az útját. A Szurdik valaha csak egy mély vízfolyás készítette árok volt, de az emberek addig igazgatták, amíg szekérrel vagy lovaskocsival is lehetett közlekedni benne. Manapság már elenként olyan mély, hogy a kocsideszkán ülő ember se lát ki belőle. A nagy nyári záporesők most is megárkolják, de az emberek folyamatosan használják. Olyan keskeny, hogy csak egy fogat tud haladni benne, ezért nem lenne tanácsos találkozni szembejövővel. Kialakult szokás, amit írás nélkül is betartanak a falubeliek, hogy reggel meg délelőtt csak felfelé,
este felé még csak ereszkedőbe használják. A kajmádi földek felé ez a rövidebbik út. A csősz lassú léptekkel indult meg, a lába alá nézett, mert az előző napokban záporeső húzott borozdát a szurdik fenekén. Mikor elért odáig, hogy még kilátott a löszfalak közül, megállt, lassan megfordult, és visszanézett. Innen már messzire el lehetett látni, egészen a sárvízig futott a tekintete. Látta, hogy a gáton egy szénászekér ballak hazafelé. Nem látta az embert, de tudta, hogy kinek a tehenei döllögnek ott. A vizen túl terül el a Nyanyai sziget, az már nem az ő felügyelete alá tartozik. Látta a Kispál hídját is, ott árválkodik a keskeny víz fölött, távol a falutól ritkán használják az emberek. Megfordult, végignézett a keskeny nyíláson, és lassan megindult fölfelé. Mellette egyre magasabb lett a fal, gyurgyókák laktak a sárga löszfalba vált lukakba. Még egy részletet szeretnék felolvasni. Ez egy számomra nagyon kedves emlék, és nagyon sajnálatos dolog, hogy már nyoma sincsen a belső kútnak, meg a Kálváriának. Itt arra szeretnék egy kicsit emlékezni. A Kálvária szent hely volt az agárdi emberek tudatában, noha csak évente egy alkalommal. Nagypénteken jött, vonult ide a falu népe, ám az esztendő többi napján is templomnak illő tisztelettel keresztet vetve mentek el mellette az emberek. A sűrű orgonabokor volt a kerítése. Azon belül hársfák terebélyesedtek, és olyankor nyár közepén árasztották az illatot. A csősz nem sietett, amikor elért a Kálvária kapujához, megállt. A Kálvária és a fahit között kitágult a tér, és közepén ott ágaskodott a belső kút páros gémje. Ez volt az a hely, ahol hazafelé tartva mindenki megállt, mert ennek a kútnak ember, állat egyformán szomjazta a vízét. Mint Arany János versében, széles vájú kettős ága várja, a munkában megfáradtakat. Meg is áll mindenki, oltja a szomját, és a fáradt délutáni napsütésben megpihennek. Szót váltanak egymással az emberek, a fogatok sorba állnak, itt már nem siet senki. A napnak nem sokára vége lesz, és ahogy az itatás után megindul a hit felé, az éhes ember már a vacsora illatát érzi. Dana Jóska a Kálvária kapujának támaszkodva nézte a falu népét. Itt a kútnál egyforma volt mindenki. Árendás és nagygazda megfért a kút kávája mellett. A vödör egymást váltva járta az útját, csobbant a visszahulló víz, és a kávára tett vödörből hosszan ivott az ember. Törülte a bajcát, majd a lefolyóba öntötte a vizet, miközben Kiki elmondta, mit végzett azon a napon. A szomjas állatok hosszan szürcsöltek, lovakivás után szájukat öblögetve rágták az ablavasat. Aki megitatott, a hit felé fordította a fogatot, és ez az út már valóban hazafelé vezetett. A nap már elérte a templomtornyot, tetején magasodott a kereszt. A csősz hallotta a taronyóra ütését. Nem sokára megjött az este. A kútnál már csak egy teenes fogat itatott, az is ráfordult a hazafelé vezető útra. Mire odaért a kúthoz, már csak maga volt a téren. Lefelé hajtani kellett a gémet, de ha megmerítette a vödröt, csobogva indult az fölfelé. Nagy lélegzetét vett és ráhajolt a vödörre. Hosszan ivott. A maradék vizet kiöntötte a vájúba, aztán maga is megindult a fahíd felé. A hídon megállt. Szokása ez az embernek. Meglátta, hogy a Kálvária mellett még most érkezik egy tehenes fogat. Búzával van megrakva, és nem fordul rá az itatásra. Sietnie kell, hogy még napszánt előtt le is tudjanak rakodni. A csősz megvárta őket, és ahogy lassan átdöcögtek a hídon,
csak a csend maradt utánuk. Igazított egyet a tarisznyáján, fokosát a hóna alá fordította, és mint aki jól végezte a dolgát, megindult hazafelé. Az utcán kevesen jártak, de akadt olyan asszony, aki már az estéli tejet vitte a csarnokba. A házak előtt vezető téglajárdára ráborultak az agácafák árnyéka, de a csősz a kocsiút mellett ballagott. Lássa a falu, hogy ő elvégezte a dolgát. Már majdnem hazaért, amikor a toronyban ütni kezdett az óra. Elverte a nótáját, és utána nem sokkal megkondult a harang. Az imára hívó szó lebegve úszott a falu fölött. Csendesen nyitotta az utcahajtót, amikor belépett, asszonya kútnál állt. Kezét törölve sietett az embere felé. A konyhában asztalon várta a vacsora. Ahhoz, hogy a könyv az olvasó kezébe eljusson, elég hosszú út vezet. Vannak-e ebbe támogatók? Igen, vannak támogatók. Az első olvasom és kritikusom a feleségem, aki nagyon jó érzékkel tudja megtalálni azokat a pontokat, ami még esetleg javítani kell, amit újra kell fogalmazni, ami esetleg tartalmilag nem igazán pontos. És azután pedig van egy nagyon kedves barátom, aki a grafikusa a könyveimnek, aki kitalálja a címlapokat, aki a belső dekorációkat is nagyon szépen megszerkeszti. Van olyan könyv, amit ő maga rajzolt, a díszítette rajzaival, Schubert Péter. Mindegyik könyvemet ő tervezte. És van egy kedves barátom, Jós László, képzőművész, szobrász, grafikus, immáron Európa hírű művész. Két könyvemet is ő rajzolta, és Virágzott a Berbes címben vannak nagyon szép rajzai, a címlap is az ő munkája, és itt pedig van egy elbeszélés, vagy egy, tulajdonképpen egy kis regény, ami a Pákás címet viseli. Barátaim szerint ez talán a legjobb írás ebbe az új könyvbe. Ezt is az ő Jós Lászlónak a rajzai díszíti. Egy utat megjárva jutottam el idáig, hogy a Pákás megírjam, mert először a Janyai vár izgatott engem. Gyerekkoromban még ott jártam el mellette. Később meg aztán múzeológus barátaimtól hallottam róla, és elkezdte izgatni a fantáziámat. És arra gondoltam, hogy azzal kapcsolatban kéne akár egy fiktív történet, akár egy regényféle valami, de az igazság az, hogy nem találtam elég olyan anyagot, amit meg lehetett volna igazából fogni. Tehát volt az egyik. A másik dolog pedig, hát gyerekkoromban is sokat jártam a Nyanyai szigetre. Itt most megint a mostani Agárdinak mit mond az, mert manapság, hogy mondjam, 14 méter szélesen dolgozó hatalmas gépek szántják, vetik ott a talajt, és nyoma sincs a régi világnak. Gyerekkoromban még tele volt holtsárral, ma már se tudják, mi az a holtsár, szóval a hajdani siószabályozás vagy vizek szabályozás előtt ott maradt régi vízfolyások, medrek, amikben élet volt, nád volt körülötte, halak éltek bennem, mindenféle állatok, a fűszfák tetején hatalmas gémtelepek voltak, szóval egészen más volt az a világ. Ez gyerekkori emlékként bennem él. És benne él az a hajdani mocsárvilág. Meg izgatott engem az is, hogy tulajdonképpen ott a Kálvária mögött, a Gencsi dombokon
valaha egy önálló település volt, aminek írásos nyomai is vannak. És a temetője ott volt a Kálvária mögött, ahol gyerekkoromban emlékszem rá, néha nagy záporok csontokat mostak ki a földből. Tehát egyfajta romantikája volt ennek az egész területnek, és aztán egyszer elindítottam magamat, és kitelepítettem magamat ebbe a mocsárvilágba, ahol egy ember ott él tavasztól, őszig, és csak abból él, amit ten talál, meg amit fog magának. Szóval, és ebbe belemelegettem, hogy aztán ez a mű kerekedett ki belőle. Hát aki elolvassa, az majd vagy egyetért velem, vagy nem, de a barátaim szerint ez a műveim közül az egyik ilyen megpróbálok részletet felolvasni belőle. Az öbölben tükörsima volt a víz. A vejsze karói, amikhez a nádszövet volt erősítve, még a helyükön voltak. Kültőre volt kíváncsi, mellé evezett és belenézett a vízbe, amely nem volt mély, kötözködésig ért csak, ha belement az ember. A tiszta vízben világosan látta a rabságba esett kárászokat. Könnyű volt kimeríteni őket. Bitvis vinnyogott és csaholt izgalmában, amint a ladikban fickándozó halakat látta. A pákász nézte a zsákmányt, és érezte, ez az ő világa. Új halak fickándoznak a ladikában, récék pocának a gyékényes mellett, és nem messze tőle megszólalt egy nádiveréb. Hazafelé egy kicsit gyorsabban hajtotta a hajót. Amikor kiszállt a ladikból, már nyújtózkodott az este. Elindult a haltartó kosárért, de útközben meggondolta magát, azt még be kellene áztatni, használatvétel előtt. Inkább a kis teknőért ment, abba teszi majd a megtisztított kárászokat. Az öreg tuskon kezdett a munkához, gyakorlott mozdulatokkal pikkelyezte a halat, mit visz előtte ülve, figyelte minden mozdulatát is, a neki szánt falatokat a levegőbe kapta el, ő már vacsorázik. A megtisztított, gondosan beírdalt halak a kis teknyőbe kerültek, kevéske só került rájuk, hogy zamatosabb legyen az ízük, a nyársakat még tavaly megfaragta, azok a kalibó tetején várták az új szolgálatot. A tűzrakó helyett néhány kő mutatta, meg a tavaly elégett fadarabok kormos maradványa. Következett a tűzrakás. Száraz nád, meg néhány darab adja majd a parazsat. Legfontosabb kellék a száraz fű, meg egy maréknyi nádbuga, amit a kaliba legszárazabb helyén szokott tárolni. A tűzgyújtó készség, a kova meg az acél, a bőrtokban az övén lógott, hogy mindig kéznél legyen. Komotosan fogott a tűzrakászhoz. Kevéske nádat tett a földre, ráhelyezte a maréknyi gyúlékony füvet. Az ősi eszköz készséggel szolgált a kezében. A második pattintásra jó helyre szállt a szikra. Apró lángocska jelent meg a száraz nádbúgák között, lebbent, lobbant, és átkapott a fűcsomóba. A pákász még száraz füvekkel etette az egyre lelkesebben lobogó lángocskákat, aztán vékony nádszálakat szólt föléje. Már lobogott a nád. Szerette ezt a hangot, ami a tűz melegével együtt az otthon ízét hozta meg a göröndre, újabb nápcsomót tett a tűzre, aztán faágakat is, hogy erősebb legyen a parázs. Elkészítette a nyársat, sütni még nem lehetett, mert ahhoz parázs kell. Egészen odakucorodott a tűz mellé. Nézte a táncoló lángocskákat, szinte belefeledkezett abba, ami előtte történt. Megbabonázta a lángocskákba semmivé váló nádszálak látványa.
A vastarak, a fadarabokat körülölelték a lángok, érezte a felszabaduló füst kesernyi szagát. A nád parázsdani kezdett, és felízottak a fadarabok is. El lehetett kezdeni a sütést. A nyársakat földbe szúrta, úgy, hogy kellő magasságban legyenek a parázs felett, és várt. Az egy órával ezelőtt még élő halak dermedten várták a pirulást, hajdan sikamlós testük színét festette, és száradni kezdtek. Már érezni lehetett a sűrű hal illatát. Mit visz is oda kucorodott a gazdája mellé, tudta, hogy neki is jut néhány falat. Nem kellett sokat várnia. Az ízás elfáradt, és a pákász kezébe vette az egyik nyársat. Éhes volt, de nem sietett. Ízlelgetve ette az ételt. Mit visz is megkapta a részét, testvériesen osztoztak. Az étel elfogyott, és közben körülöttük elfogyott az árnyék is. A nap már lebukott a távoli dombok mögött, körülölelte őket a csend. Elhenvadt a parázs, szél lebentette a kevéske füstöt, és már csak az öreg nyárfa fehér törzse világította lassan leszálló éjszakában. A pákász nagyot szívott az este tiszta levegőjéből, és megindult a kaliba felé. Letette magát a dikóra, és úgy aludt el azzal a nyugalommal, mint aki azon a napon elvégezte a dolgát. Aztán a könyv végén van még egy mese. Több mesét írtam már, és azok közül választottam ki ezt az egyet. Ez egy olyan mese, ami egy kicsit kapcsolatban van az előző foglalkozásommal, mert a 70-es évek közepén a Bartina gyermekcsoportjával színre is vittük ezt, és többször be is mutattuk, címe az ilyen-olyan Juhász Bojtár. Azt hiszem, felnőttek is elolvashatják. A család hogy fogadta ezt, amikor úgy döntött, hogy elkezd könyvet írni? Hát tudomásul vették, és örülnek neki, és alapos olvasói a könyveimnek, mindegyiknek, és érdeklődők. Sőt, már az unokáim is, sőt már a dédunoka is. Mert újabban az ő részére 5 éves a nagyobbik dédunoka, mert hál' Istennek már 2 van, meséket írtam neki, és nagyon szereti a meséimet annyira, hogy a napokban itt járt nálunk, és minden mesét, amit írtam neki, rajzaival illusztrált. Úgyhogy már művész is van a családban. És a Dóra hogy fogadta ezt? Hát hadd mondjam én, hogy elsősorban az jelentett, gondolom neki sokat, hogy kevesebbet csavargok. De hát az idő múlik, és eljön az az idő, vagy már el is jött, hogy ami a korábbi népművelő táncos tevékenységet illeti, abból már azt hiszem nyugdíjaztam magamat. Úgyhogy el leszek a könyveimmel. A következő könyve hasonló témájú lesz, mint az előzőek? A téma marad. A téma marad, mindig jönnek fel a mélyből olyan emlékek, olyan emberek. Olyan emberek, akikkel gyerekkoromban találkoztam, mint például a Takács Józsi bátyám. Akivel gimnazista koromban találkoztam, közös rokonoknál takarodtunk, és én voltam a rakodója, és nagyon jól elbeszélgettünk. Két különböző generáció, ráadásul úgy, hogy az egyik benne gyökerezett még teljesen a régi világba, a másik pedig már nagyon erősen készült ebből a régi világból kiszakadni. Nagyon érdekes beszélgetéseink voltak. De írtam másról is egy balladaszerű elbeszélést arról az emberről, aki példája volt annak, mint abban az időben sokan voltak, hogy látván, hogy a paraszti világnak, a paraszti életnek nincsen jövője,
más foglalkozást keresett el, mint gépkocsi vezetőnek, vagy uram bocsá, gyári munkásnak. Azt hiszem, hogy a faluba sok ilyen példát lehetne találni. És a családban volt-e valaki, aki próbálkozott könyvírással? Ilyen nem volt, de volt egy nagyon romantikus öregapám, aki nagyon szerette a természetet. Egyébként muzsikás ember volt, Hajdan volt egy fúvós zenekar itt a faluba, akik még a barankóban muzsikáltak, ki tudja már, hogy mi is volt az a barankó. Ott a Sia és a Sárvíz összefolyásánál volt a Sárvíz partján egy csárda, valamikor réges-régen, mielőtt hajófordítót csináltak abból a területből. Ott muzsikáltak, tehát egyfajta romantikus lélek volt, nagyon szerette a természetet, és a Pákász című mű elkészülésében is nagyon sokat kaptam tőle. Sok meséi voltak, de a nagyszüleimnek is voltak meséi, úgyhogy volt, ami ihletet adott. Az én generációm nagyon-nagyon szerencsés volt, mert abban az időben kiváló pedagógusok tanítottak itt, akik rávezettek az irodalom szeretetére, a művészet tiszteletére, és főleg ösztönöztek a tanulásra. Emléket is állítottam nekik, és virágzott a Berbecs című könyvem, például két hajdani tanítómnak az életéből fakadt. A nevüket mondhatom, az egyik Nagy István volt, Nagy Pista, aki nagy örömömre sikerült elérni, hogy még halála előtt Siogár díszpolgára lett. A másik pedig Pető Gyula volt, akit többen ismerhetnek, aki az 50-es években olyan szolgálatot tett a falunak, amit megbecsülni sem lehet, azt a jutalma mégis az lett, hogy a falu elzavarta, tragikus sorsa lett, de a falu sokat köszönhet neki, és sokat köszönhet neki az a generáció, akik velem együtt jártak iskolába. De említhetném a legendás Király Irént vagy Hun Margitot, akik az én generációmat. Ők tanítottak még írni, olvasni, és tulajdonképpen elsegítettek a középiskoláig. 8. koromban egy kedves barátommal költőknek képzeltük magunkat, és kilószámra írtuk a verset. Hát azok olyanok voltak. Lányoknak? Is. Is. De emlékszem, próbálkoztunk olyan vállalkozásra, hogy elővettük Petőfi Sándor összes verseit, kinyitottuk által a tartalomjegyzékből, és a címekből listát írtunk magunknak, hogy mire kell még nekünk is verset írni. Hát ez a féle kamaszos lelkesedés volt. Az unokák és dédunokák közül van-e, akinek esetleg lesz ehhez affinitása? Hát az unokák, a gyerekek közül az egyik fiam teljesen műszaki pályás dolgozik, a másik mesterember lett, de aztán mivel a mestersége, a Kádár mestersége nem biztosított számára megélhetést, az apja nyomdokaiba lépett, és tánctanár lett, elvégezte a táncművészeti főiskolát. A lányom pedig úgy lépett a nyomdokaimba, hogy aki ének-népművelés szakon végzett, ez az alap diplomája a főiskolán, és gyakorlatilag most azon a helyen dolgozik, amit én koptattam 21 évig, a Babis Művelődési Házban dolgozik, és ilyen tekintetben követi az apját. De visszatérve arra, hogy hogyan kerültem én közel az íráshoz, tulajdonképpen amit én előtte folytattam, hát a színpadi műalkotás
az első szakmai sikerem 1966-ban volt, amikor egy országos pályázaton koreográfiai díjat nyertem, és onnantól kezdve nagyon sok színpadi művet alkottam, és az alkotás az, tehát az a fajta alkotás is rokon a könyvírással, mert ott is sok mindent meg kell fogalmazni. Ott is valami élményanyagból kell táplálkozni. Ott is meg kell szerkeszteni a művet, ki kell találni a formákat, és ki kell találni a nyelvet is. Tehát tulajdonképpen ugyanaz a rokon szakma, ha éppen úgy tetszik. És mégis melyik a könnyebb? Csapattal dolgozni, vagy pedig az önálló gondolatokat? Más. Más. Csapattal dolgozni, annak megvan az a gyönyörűsége, hogy tudom formálni az embereket, de megvan az a nehézsége is, hogy az emberek nem mindig hagyják magukat formálni. Itt pedig az van, amit igen. Megszületik a fejben, azt van. Kerül papírra. Igen. Itt pedig az van. Miska bácsi, kívánom, hogy még nagyon-nagyon sok könyv kerüljön ki a kezei közül, és ehhez nagyon jó erőt, egészséget, kedves feleségének pedig nagyon sok segítő szándékot és türelmet. És türelmet mellette. Köszönöm szépen. Hozzá.